A sárga-feketében játszó Győrieto FC kezdeményezett többet a Tatabánya elleni ligakupa mérkőzésen, ahol az első helyzet Meggyes lövésénél alakult ki, de itt még nem született gól. Aztán az első negyed óra végén egy szép kombinációt követően megszerezte a vezetést a magyar bajnok. Lázok nézett fel és átemelte a felfutó Dudán Seli, aki Rudolfot hozta játékba, a csapatkapitány pedig közvetlen közelről kihasználta az Itzert és a hálóba lőtt. A 22. percben pedig megduplázta az előnyt és saját góljai számát is Rudolf Gergely. Egy szögletet Martinez tett vissza a lövésre, a csatár pedig 14 méterről megtalálta a rést a kapuig. Nem csökkent ezután sem a nyomás a hazaiak kapujára, itt éppen a kapusuk jön ki rosszul a tatabányaiaknak, de Martinez lövését ezután bravúrral mégis sikerül hárítania. Aztán ismét Farkasdi volt munkában, Meggyes beadása után Lázok lőhetett, de a kapus ezt is védte. A 39. percen viszont ismét tehetetlen volt. Lázok János végzett el gyorsan egy szabadrugást, amivel mindenkit meglepett, kivéve Rudolfot, aki a lest reklamáló védő között belőtte harmadik gólját is. A csatárt mesterhármas után Burgos váltotta, aki ott folytatta, ahol elődje abba hagyta. Nikolek lövését még blokkolták a védők, de a labda a salvadori csatár elé kerül, aki első érintésre gólt szerzett. Ezután pedig egy óriási zicsert hagyott ki. Ez a támadás Pongrásztól indul, aki jól vette észre, hogy lesen vannak ketten is, így saját maga indult meg. Éppen utolérték volna, amikor önzetlenül Burgoshoz passzolt, aki még egy cselt is megcsinált, hogy elkergesse a védőt, lövés azonban nem találta el a kaput. Volt még pár lehetőség a csapatok előtt, de több gól már nem esett. Egy tatabányai helyzetet is feljegyezhettünk, a csereként beálló Balázsovics nem találta el a labdát zicserben. A túloldalon pedig Dudás szabadrugásból, Kalmár pedig futtából lőtt, de előbb itt a kapus védte, utóbbi pedig mellé ment. Az Etoid 4-0-ra nyert Tatabányán, és a második helyen jutott tovább az F csoportban, a házigazda pedig kiesett.